polgármester úr, a Török Bálint úszoda már jó ideje Cseh László nevét viseli. Hogyan merült fel egyáltalán az ötlet, kiben merült fel az ötlet, hogy ez így legyen, és milyen utat kellett ehhez bejárni? Én annak idején még egy úszoda látogatásom alkalmával, a Cseh Laci még nagyon aktív volt, és akkor mondtam neki, hogy Laci, én úgy szeretném, hogyha ez az úszoda, ez a kis mi ékszerdobozunk, majd a te nevedet viselni. És ő akkor azt mondta, hogy polgármester úr, hát még nem haltam meg. És én úgy gondolom, hogy egy ekkora úszólegendának nem muszáj ahhoz meghalnia, hogy róla egy úszodát elnevezzenek, egy olyan úszodát, ahol tulajdonképpen ő itt készült fel mind az olimpiára, mind pedig a kazanyi világbajnokságra, ahol világbajnok lett, és ezzel olyan csúcsot tart, amit nem hiszem, hogy sokan meg fognak dönteni, hiszen arra még nem volt példa, hogy valaki egyszer 20 éves korában lesz világbajnok, és utána 30 éves korában még egyszer. Tehát ilyenre nem nagyon volt példa, és valószínűleg nem is nagyon lesz a sporttörténelemben. Én ezt az ígéretemet nem felejtettem el, és amikor ő közölte, hogy befejezte az aktív pályafutását, akkor én javasoltam a képviselőtestületnek, hogy ezt az úszodát nevezzük el Cseh Lászlóról. Vegyes volt a fogadtatás. Hogyan lehet, hogy vegyes, hiszen annyira egyértelmű és jó gondolat. A képviselőknek nem Cseh Lászlóval volt a problémája, tehát ezt szögezzük le most itt a beszélgetés elején. Tulajdonképpen azokat vetették föl, hogy én jobban megbeszélhettem, előre megbeszélhettük volna ezt, és akkor ők könnyebben át tudták volna gondolni, hogy ez jó javaslata vagy sem. A másik meg, amiről gondoltak, hogy nem szerencsés élő emberről elnevezni sportlétesítményt, és akkor én mondtam, hogy azért erre számtalan példa van, akár Magyarországon is, hogy élő sportlegendákról nevezzenek el létesítményeket. Ugye a vége az lett a képviselőtestület szavazásán, hogy többségében, bár nem mindenki, de többségében a jelenlévők közül, akik ott maradtak ezen a testületülésen, onnan mindenki megszavazta, néhányan továbbiakban nem vettek részt a képviselőtestületen. Én nem szeretnék senkit ebben a kérdésben nevesíteni, természetesen, hogyha ezt megengedi. Persze, természetesen, ugyanakkor az ember azért óhatatlanul ott van a gondolatunkban az, hogy Cseh László ugye itt úszott, itt voltak az edzései, és a gyerekekre is milyen fantasztikus hatással lehetett az, hogy itt van köztük. Én ez nem csak, hogy lehetett, hanem mai napig ő itt lebeg fölöttünk. Nagyon remélem, mivel a búcsúztatásán kapott egy örökbelépőt ebbe az intézménybe, hogy sokszor meg fog itt jelenni. Gondolom most az elkövetkező időszakban nem az lesz a fő első rangú prioritás az életében, hogy ússzon, de ígérte, hogy fog jönni, és rendezvényekre is el fog jönni, és segíteni fog. Természetesen, amit említett, a gyerekek életében ez egy óriási lökés volt. Ő az a szerény élsportoló, aki nem kért külön öltözőt, nem voltak külön kívánságai. Ő a kisrácokkal együtt öltözött, együtt úsztak, összepacsisztak, bárkivel szóba állt, tehát nem voltak ilyen sztáralűrjei a Lacinak, és ezért nagyon nagy szeretet övezte ebben az intézményben, és most is azt tudom mondani, hogy bármikor, amikor erre jár, nagy szeretettel várjuk, és arra is megkértem, hogy a sportfejlesztéssel kapcsolatban álljon mellénk, és legyen a mi nagykövetünk ebben. Ez az úszoda tényleg fantasztikus és nagyon csodálatos, nagyon igényes, jó érzés ide belépni, és jó érzés az úszodába menni. Török Bálint folyamatosan fejlődik, és ugye a sport szempontjából is nagyon, nagyon fontosnak tartja polgármester úr is, hogy fejlesztések legyenek. Még mire lehet számítani? Most nem sokára már komolyabb előrelépések várhatóak a sportfejlesztéssel kapcsolatban, mármint a döntési mechanizmusban komolyabb előrelépések. Azt hiszem, hogy talán a jövő héten közigazgatási államtitkári egyeztetésre kerül, és nagyon remélem, hogy a közigazgatási államtitkárok támogatják, fogják ezt a fejlesztést. Az ember próbál lobbizni is természetesen, tehát nem hagyja ott ezt a
ezt a tervet úgy magára, hanem én is mindent megpróbálok, és minden ismerősömet arra biztatok, hogy aki tud, az lobbizon ebben a kérdésben, hogy Törökbálinton ez a nagy sportfejlesztés, ez megvalósuljon, ami jelenti a tekercsarnokot, a sportszállót és az 50-es fedett medencét, ami a nemzetközi versenyekre nem ismert szakma nem nagyon támogatja, hiszen itt van a közelünkben a Duna Arena, ami abszolút megfelelő a finna rendezvényekre, de akár ifjúsági és felnőtt magyar bajnokságokat is lehet rendezni, nem beszélve arról, hogy a vízilabdára is tökéletesen alkalmas lesz ezután az intézmény. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy kormányzati támogatást fogunk kapni.